Karcagvárosi Önkormányzat képviselő testülete Karcagváros hatályos település szerkezeti tervének, helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosítását határozta el. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012 11. 8. kormányrendelet 37. paragrafus második bekezdésének megfelelően ezúton tájékoztatom Karcagváros lakosságát, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezeteit, vallási közösség arról, hogy Karcagvárosi Önkormányzat képviselőtestülete Karcagváros hatályos település szerkezeti tervének, helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosítását határozta el. A rendezési cél 1-es. A cél a város belterületének dél-keleti részén az iparterületbe sorolt településrészek kiterjedésének növelése, a közlekedési területek rovására, a helyi gazdaság bővítése, a belterület intenzívebb építési hasznosítása, ezáltal pedig a beépítésre nem szánt területek megóvása érdekében. Az elkészült véleményezési dokumentumok megtekinthető Karcagváros honlapján, a www.karcag.hu/közhírelés/kérelem oldalon. A rendelet 42. paragrafus 1-es bekezdésében foglaltak szerint a hirdetmény megjelenésétől számított 16 napon belül a település rendezési eszközök felülvizsgálatával kapcsolatos javaslataikat, észrevételeiket, véleményüket írásban a következő címre küldjék meg. Karcagváros polgármesteri hivatala polgmes@ph.karcag.hu e-mail címre. Tájékoztatom, hogy a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi 58. törvény 165. paragrafus 2-es bekezdés B pontja alapján a 314/2012 11. hó 8. kormányrendelet partnerségi egyeztetés személyes megjelenést előíró 29/A paragrafusától eltérően a tájékoztatás, a véleménynyilvánítás és az egyeztetés elektronikus úton kerül lefolytatásra. Amennyiben a meghirdetett anyaggal kapcsolatban kérdésük van, kérem keressék településünk főépítészét. Farkas Renát a főépítész 0630 414 63 25.